Szombati napon adták át Felső Szent Ivánon a felújított ravatalozót. Az ünnepségen Vörös Szilárd polgármester beszédében elmondta, hogy az életveszélyessé nyilvánított épület papírjai és tulajdonjoga nem volt rendezve. A hasonló beruházásokra kiírt Viszmajor pályázatok egyik feltétele a rendezett tulajdoni háttér. Mivel ez nem volt adott, ezért külön felhatalmazással Pintér Sándor belügyminiszterrel kötötte meg a falu a támogatási szerződést, majd indulhatott a beruházás. A hétvégén egy teljesen új épület került átadásra.